nagy szerencsém volt gyakorlatilag, hogy a iparüzleti főiskolára kerültem, mert a érettségi után oda jelentkeztem. Én először díszítő szobrász szakra, mert a Borsos Miklósnak úgy indult a karrierje, hogy ezt a főtanszakot megkapta ő. És mi voltunk az első belépőt, akik ebbe indultunk. Ez 54 körül volt, 54 őszén. Most ez az érett szemlélet, amit tőle tanultam, ez azt jelenti, hogy a hallgatókba föl kell tenni azt a kis parányi szikrát, ami belülről adatik, mert erre lehet építeni. Mert máskülönben művészet oktatás ez nagyon nehéz. Egyénenként változik, hogy kire mit lehet rá indítani, úgyhogy a tanára ne befolyásolja a további munkáját. Tehát nem úgy van, mint a képzőművészeti főiskolán, ha valaki Strobl növendék volt, vagy Pászai növendék, az mind rajta volt a bélyege, mert a Pászai csak úgy fogadta el, ha olyakat mintáztak, mint a Pászai. Tehát ez volt a képzőművészeti főiskolának a nehézsége, hogy nehezen szabadultak meg tőle, ettől a varástól, amit egy ilyen Pászai tudott hallgatókra sugározni. Tényleg hagyott mindenkit szabadon dolgozni. Úgyhogy rábízta, hogy mi a feladata, megmondta, hogy miket kér, és akkor az illető küzdelem árán próbálta megoldani. A Borsosnál én szobrászatot tanultam kb. 4 évig. És 56-ban, mikor két ötves kolléga diszidált, kiment nyugatra, megüresedett az ötvös szak egymagamba, és akkor én átugrottam az ötvös szakra, és így lett belőlem ötvös. Na persze ez nem csak úgy adódott, a filmnek a szeretete, az megvolt bennem már korábban is, mert én a érettségével egy időben finomerkai műszeriséget tanultam, tehát szakmám volt. Tehát mikor én átmentem ötvösnek, én már fémeket értettem. Tudtam hegeszteni, forrasztani, minden ilyesmit. Sokkal többet tudtam, mint azok, akik már 4 évet ott tanulták a főiskolán, mert azt nem lehet tanítani ezt a fémséget, fém szakmát, mert ez egy nehéz pálya. A fém az nagyon kemény anyag. Ez azt jelenti, hogy csak annak engedi meg, hogy alakítsa, aki kellő szorgalommal, türelemmel és, hogy is mondjam, a szakmai iránti érzékenységét mutatja, és a technológiai folyamatok pontos betartása mellett akkor lehet dolgozni vele. 57-ben indult a főiskola, mondjuk tavasszal már, akkor hát vittem oda dolgaimat, és akkor mondta, jó van, akkor átvesz engemet ötvösnek. A Borsos az egyenrangúnak, már úgy értem, hogy tanársegédnek oda vett maga mellé, mert a diploma után én egyéves minisztériumi ösztöndíjat kaptam, és ez az ösztöndíj az arra volt jó, hogy fölkészüljek, és ő Borsosát fölkészítette erre a pályára, hogy tanársegédként. Gyakorlatilag még fiatal voltam én is, és 3-4 évvel fiatalabb hallgatókat kellett nekem is nevelni. Gyakorlatilag tanítva tanítottam. Ez így közösen ment a dolog. És ez a szerencsénk, hogy a Muharos Lajos, meg a Kóta Józsefet, Máté Jánost, ők voltak az első növendékeim. És nagyon szerencsém volt, hogy ezek önállóan léteznek, és most is, ha meg lehet nézni a kiállítás, ezek nagyon szép eredményeket értek el. Én sokfajta anyaggal dolgoztam. Tehát először kezdtem alumíniummal, de az alumínium az egy olyan nehéz anyag, ami nem patinázódik, tehát az egy rideg, fehér anyag, ami csak eloxálással lehet javítani, színezni, piros, kék, sárga, ilyen színeke, de azt elvetettem, mert hegeszteszi, és nagyon nehéz. Utána rátértem a bronzokra, az érmeknek az elkészítése ilyen mintázással indul, tehát ez egy plaszterinben mintázom meg, utána azt leöntöm negatívba, és akkor a negatívot kiöntöm gipsz pozitívba, és akkor megvan a minta. Ez a szuroggolyó, ezen dolgozik egy ötvös. Ez azt jelenti, hogy ezt mindenkinek saját magának kell elkészíteni. Ez egy súlyos valami, tele van mindenfajta vasakkal, hogy súlya legyen, hogy innét az ember tudja ütögetni. És akkor itt az ember rámelegíti a vörös rézlemezt, vagy ezüstöt, vagy bármit, és akkor ütögeti.
ezzel a szerszámokkal. És amikor kész, akkor lefordítja és kész a domborítás. Ez is részdomborítás. Borsos nyomán, hát csináltam az érmeimet, ami a kiállításon is, egy-két érem az legelsőt még a Borsos nézegette, és mondta, hogy jó, csináljam, és akkor ezt az öntéstechnikát, ez gyakorlatilag ezt a fali bronzokat én kezdtem el alkalmazni Magyarországon valamikor a 60-as évek közepén, hogy artisztikusan a falra főkehetnek bronzok is, amik idáig csak általában érmekbe vagy más tárgyakban jelentkeztek. És akkor ebből aztán így kiteljesedett ez a világ, amit itt a falakon is lehet látni. A használati tárgyakban hát mindenfajta rozsdamentes tárcákat készítettem, papírvágókéssel, fali tükröket, bronz plasztikákat, ilyen fali díszeket, amik hát ábrázoltak valamit. És akkor voltak nagyobb beruházási munkák is, amiket elkészítettem, ez Miskolcra csináltam a megyei tanácsházára, ilyen nagyobb méretű, 2x3 méteres ilyen szinkronórát részdomborítással. Akkor Szombathelyen a bérrelátó központnak készítettem ilyen nagy fölírásokat, tűzománc és rozsdamentes acélból. Akkor a Monimpex székházal készítettem ilyen rozsdamentes plasztikát, olyan 1 méteres rozsdamentesből. Az még most is kint van, úgyhogy még állják az idők sarát. Idősebb koromra most már elmúltam 82, úgyhogy ezeket az érmeket csinálom, ezt kézzelfoghatóan meg tudom csinálni, mert nagyobb munkákra már nem nagyon vállalkoznak. A célom az volt, hogy a közízlést neveljük. Én azért ezeket tárgyakkal mutattam nekik jövőt is, ezt, amit a hallgatóim is érzékelnek, és ők csinálják tovább. Aztán az oktatás az ilyen szempontból hát elment gyakorlatilag a design felé. Szóval azért megy tovább a szakma, csak küzdelmesen már.